Nagy az érdeklődés a bölcsöde udvarán. Sokan éltek a lehetőséggel és megtekintették a Hajós Alfréd úti bölcsöde belső tereit és az udvart is. Minden évben ilyenkor ugrik meg a bölcsödei jelentkezéseknek a száma. Egyetlen nyomtatványt kell kitölteni, ez ugye a bölcsödei jelentkezési lap, ezt a szülők vagy behozzák személyesen, illetve az intézményünk honlapjáról letölthető, és amikor beérkezik ez a nyomtatvány hozzánk, akkor nyilvántartásba kerül a kisgyermek, és május 31-ig várom a jelentkezési lapokat, és júniusban lesz az elbírálás. A bölcsődei ellátást azon szülők igényelhetik elsősorban, akik dolgoznak, illetve előnyt élveznek a nagycsaládosok, az egyszülős családok és a sajátos nevelési igényű gyerekek. Integráltan gondozunk sajátos nevelési igényű gyerekeket. Ők általában az EGRI Szakértői Bizottság szakvéleménye alapján kerülnek ide a bölcsödébe, hogy az intézményt jelölik ki fejlesztési hálynak. 3 hónap próbaidővel vesszük fel a gyerekeket, és utána egy team dönt arról, hogy a gyermek gondozható, nevelhető együtt az egészséges társaival. Jelenleg 97 kisgyermeknek biztosítanak a két intézményben nappali ellátást. Május 31-ig pedig várják a jövendőbeli bölcsisek szüleitől a jelentkezési lapokat.